következő? 600. Szerintem az fejből is menni fog. Na, hogyan számoljuk? 600 meg 30. 300. 600 meg 300 az. 900. Igen? 9. 6 meg 4. Mutatod a 6-ot, nyitod hozzá 4-et. Meg 4, 10, akkor? 9. Igen, és akkor már nem is kell kiszámolnod a papíron. Anya, hol kapja a pénzt? De mama, nem megélek. Hát én balandigon betettem, mama. Gábor. Tehát akkor ez a kőnek a sorsát még mindig nem tisztáztuk. Hogy került ez oda? Én rám nézel. Miért dobtad fel? Miért dobtad fel? És? Akkor kővel dobálunk? Nincs duma. Akkor kővel dobálunk? Ha nem? Ha nem, akkor mi a dolgod? Figyelj csak, picim, akkor visszamegyünk és majd megbeszéljük, jó? Addig akkor üljél le oda? Egy, kettő, három, négy. Oda leül! Egy, kettő, három, hogy nézzük, Mari. Ez nem négy, nem csalunk, ez kettőt fogtál egybe. Hogy nem áll majd. Hát én is ezt mondtam, felhívtuk a gyereket. Varosodik kezdve. Ma le is hallottam, látottam. De azért még figyel, még fog. Látod, milyen gyűrűrű? Aha. Még az fog hamlani. Hogy ilyen marad? Anya, felüthetem! Nem, mert a tükör tojás lesz, baba. Felüthetem, hogy tükör, nem is üthetek fel egy tojás. Jó, igen. Na, hol jó? Miki, te menj arra belőle! Miki, te! Aha. Miki! De fiam, még azt a tojás széttem, igen? Miklós! Anya, Miklós! Szóval, Joe! Lassan! Ide jó! Jó, és ki! Jó!
Mi szeretek lenni? Nőgyógyász. Vagy tanár. Mert én úgy terveztük el barátnőmmel, Vikivel, mert Vikivel, hogy énekesek leszünk, Izával is. Azt neki tudja meg, Iza. Sokan azt mondják, amikor részek, apukám megver minket, csak úgy szoktunk játszani, hogy ellenkezünk vele, meg ilyesmi, és ő meg fejjel lefele lógat. Egyszer üzett le fejjel lógatta. Úgy meg ilyet. Engem, én nem félek, inkább a fejjel. Egyszer apa megemelt, nem bírtál, mert nehéz. Dagi voltam. Nem, én csak izébe mennék, New York. Hogy itt hagyjam Szamaját. Te is azt csinálja. Amúgy mit gondolsz a tetoválásról? Hát szerintem jó dolog. Ha a jó mintát választanak, meg jó kéz alatt vannak az emberek. Azért szoktam én is megkérdezgetni, tudod tőlük itt vagy velem, segédem vagy. Megkérdezem mindig tőlük, hogy átgondolták-e. Biztos, hogy át kell gondolni. Biztos, mert ez örökös. Te átgondoltad meg? Tényleg? Meg hogyha én is úgy állok hozzá, akkor szépet lehet csinálni. Szép dolgokat. Akkor fél óra mennyit csináltam? 4000 forintot. Semmiből. Kis karszalag. Ez jó lát. Jó, megnézed, 2 hónap alatt csináltam, hogy 50-60 ezer forintot. Úgy, hogy így iskola után. Ha meg beletanulok normálisan, meg tényleg szép szaloni minőségű munkát csinálok, meg elmegyek szalomba. Tudnád rajzolni New York? Lerajzolni le tudnám, mert szép hely, de miért is fontos ez? Hogy ott éljek. Ott szerettél élni? Igen. De miért szerettél ott élni? Ott jobb, mint Szomolyan. Nem hiányozna Szomolyan? Nem. Vissza se jönnél? Vissza se jönnél. Csak azért csak hiányozna családod, nem? De... Hiányozna, csak nem jönnénk vissza. Találnál ott új barátokat, ilyesmit, nem? Nem hiányozna a családod, testvéred? Hiányozna a testvérem, csak Miki kell. Csak ő? Meg apa. Értem. Szomolyán szeretnél élni? Hát én igen, mert itt születtem. Itt van minden ismerősöm, családom. Úgy látszik, a munkahelyem is itt alakul majd. Pár év múlva. Nem szeretném itt hagyni, szép falu. Ne aggódj, majd hamarosan megkapod a rajzot New Yorkról. Születésnapod rákészítem, jó? Jó.